Sziasztok! Most egy útvonalat mutatok be Ostoroson. Eger mellett egy kis 2000 fős faluban. És itt a Tópart utcán vagyunk. És olyanokat fogok bemutatni, ami nagyon jó, hogy el kell menni oda. Egy kutya kivégzett egy macskát, és eltemettem valahol. Vagy nem én temettem el, hanem a szomszéd temette el. És be oda az erdőbe. És állítottam neki egy keresztet. És egy kertet. Hol is van az bemoháztam, és csináltam neki egy kis képet, vagy mi. Meg egy imát is elmondta. Ostoros Tópart utcán vagyunk, és el kell menni a Pünkösdhegy és a Digadom felé, és majd ott le kell fordulni a éles kanyarnál. 3. És ha ott lefordulunk, akkor az ostorosi víztározóhoz jutunk. Most. És ide, és itt kell lemenni a tóhoz, valamikor sáros, valamikor, de a fűvön lehet menni. És ki van ott? Ott van Voren, az egy olyan kutya, ami barátságos, és nem harap meg, nem kell félni tőle. Szokott jönni. Voren. Voren. Szia, Voren. Szia. Szia. Szia, Voren. Jó van, jó van, jó van. Jó van. Ilyenkor nem akar bántani, csak örül. Jó van, jó van, jó van. Szimatot vett a jó van. Ide volt, kedvorem. Nagy csula kutya. Nagy kutya. Voren a neve.
Nem lehet tudni, mit jelent. Németül nem jelent semmit. Jó indulatú kutya, nem bánt senkit. Enni nagyon szeret. Jó étvágyú kis kutya, még szeret túrázni is. Tóra is lejön hozzá, csak fürödni nem szeret. Jó, rendben. És itt az ostorosi víztározó. Szembe a Nagyeged hegy, ott. És az ott a bikadomb, az meg nem tudom, hogy melyik. Voren pisil. Szia, Voren. Szia, jó, Voren. Most itt vagyunk a gáton, megyünk a Philip fele. Van-e elszakadt kutya? Olvastuk, hogy a kutyák szoklása 10.000-szer jobb. Miért? 10.000-szer jobb a hallásuk. De. A látás, a szoklás, a minden. Most itt vagyunk az egyik gépnél, és ott a másik. És az levezeti, amikor túl sok a víz, levezeti az ostorosi víztározóból az ostorosi patakba, ami a gáton túl van. De ez mindig folyik, mert már annyira régünk. Ez már van 50 vagy 60 éves.